Az Amerikai Egyesült Államokon belül az Ohio államban lévő Clevelandben él jelenleg a legnagyobb számú, mintegy 70 ezer főt számláló magyar közösség. Az első magyarok az 1800-as évek végén telepedtek le, nem csoda, hogy lépten nyomon magyar emlékekre bukkanunk. A közel 100 éves Mihály Ernő bácsi, a magyar kultúrkert egyik megálmodója már Amerikában született, mégis szinte tökéletesen beszéli anyanyelvét. Magyar iskolába mentünk a nyáron, mikor a angol iskola kés volt, akkor minden templomnál volt egy magyar iskola, és ott tanultunk, és otthon meg mindig magyarul beszéltünk. Az egykori magyar negyed ma már a múlté, a magyarok most már szétszóródva élnek Cleveland külvárosaiban. A nagy távolságok ellenére összetartanak és őrzik magyarságukat. Önök a Bocskai Rádiót hallják, a clevelandi magyarok hangját, a 88,7 MHz-en. Szép jó napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Csibi Lórend. És kollégái, akik vasárnaponként önkéntes munkában magyar nyelvű rádióadást készítenek. A Bocskai Rádió a híd szerepét tölti be. Ez az egyetlen magyar nyelvű, 3 órás észak-amerikai magyar nyelvű rádióadás, és kimondottan magyar dalokkal, magyar nyelven szól a magyar hallgatósághoz. Én szerkesztem a Mit főzünk, meg az Életmód című rovatunkat. Ugyebár a Mit főzünk az egy elég népszerű, mivel hogy a magyar ember szeret inni, enni jókat, és én mindig próbálok nagyon jó magyaros kajákat bemondani. Az én rovatom a magyar szólásmondások, annak adok egy magyarázatot mindig, hogy honnét eredt, és körülbelül olyan 2-3 perc, és minden héten. Ezt gondolom, hogy a nyelvápolás szolgálja a fiatalság részére. A rádió lelkes csapatát erősíti a Kézdivásárhelyen született Pető Krisztina, aki a magyar kormány által életre hívott Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként érkezett Clevelandbe, hogy segítse a diaszpórában élőket identitásuk megtartásában. Nagyon jó eszköz arra ez a rádió, hogy a munkámat, igazából amit én missziónak tekintek, azt jobban el tudjam végezni, közelebb kerüljek ezáltal is az itteni magyar közösséghez. Minden évben egy új pólót készítünk a rádió számára, amin rajta van a szlogenünk. Mivel az idén van az 1956-os forradalmi szabadságharcnak a 60. évfordulója, azért választottuk ezt a szép mottót, logót, amiben a zászló is benne van, a lyukas zászló, és abból alakítottuk ki a 60-ast. Szóval a Bocskai Rádió a szabadság hangja. A rádióból most látogassunk el a Szent Imre templomhoz, ahol a cserkészet és a magyar iskola működik. Mindkettő a már Amerikában született fiatalok magyarság tudatának fejlesztését és megőrzését szolgálja. A magyar iskola adja meg nekik a tudást, a magyarság ismertet, mi pedig megadjuk az élményt nekik, hogy használják a nyelvet, hogy játékosan, erdőben, táborban, kirándulásokban, kirándulások keretén belül egyszerűen megéljék a magyar közösséget. Vásolj, lekötés, szorítja a lovamat, nehéz karabé nyomja a vállamat. Abban, hogy a cserkészlányok ilyen szépen éneklik ezt a dalt, nagy szerepe van a magyar iskolának. A fő célunk az, hogy a magyarul beszélő fiatal 4-5 éves gyerekeket, amikor hozzák óvodába, tanítsuk meg őket írni, olvasni. Gyarapítsuk a szókincsüket, hogy megismerjék azt a sok drága kincset, ami van a mi irodalmunkban, történelmünkben. Cleveland fontos magyar központja a Magyar Múzeum, ez Pető Krisztina másik fogadó szervezete, aki a könyvtár rendezésében segít, de szívesen kalauzolja a betérő látogatókat is. Erdélyből jöttem, ezért Erdélyről is szoktam nekik mesélni, tehát ilyesmivel foglalkozom itt a múzeumnál. Célunk az, hogy nem csak a magyaroknak tartsunk kiállításokat és gyűjtsünk hagyományos dolgokat, beleértve a magyar emigrációnak a történetét, hanem a nagyobb clevelandi társadalommal ezt megosztjuk. A clevelandi magyarok büszkék nemzetiségükre, és bár több ezer kilométerre élnek hazájuktól, mindent megtesznek azért, hogy megtartsák magyarságukat. Hamarosan láthatják, hogyan emlékeztek meg az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról a clevelandi magyarok.